A parlag főszezon közepén járunk jelenleg. A hatóságok folyamatosan végzik az ellenőrzést felszín és légi felderítéssel, mondja a szakember. Jelen pillanatban több mint 100 ügyben indult eljárás, körülbelül 200 hektárt érintően. A parlag fő elsősorban ugye a bolygatott területeknek a gyomnövénye, illetve a most jelen pillanatban a legtöbb szántóföldi része, ahol megtalálható, az szántóterületek, tarlóterületek, illetve kultúrában, a kapás kultúrákban található. Nagyságrendileg 200 hektár területet érint a parlagfűszennyezettség Baranya megyében. Ezeknek a jelentős részén ugye közérdekű védekezés is elrendelésre került. Amennyiben a gazdálkodók a védekezési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, akkor a hatóság fogja végrehajtani a mentesítést. A bírságok kiszabása folyamatosan zajlik. Ennek a mértéke 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Attól függően, hogy a parlagfűvel borított terület mekkora, illetve mértéke milyen nagy. Egészen októberig tart a parlagfűszezon. Addig okozhat a növény pollenje allergiás panaszokat az arra érzékenyeknél.